következő vendégünk az Hor György lesz, kicsit a házigazdánk is, mert hogy ugye itt az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban üldögélünk éppen, és azt még egyszer szeretném elmondani, meg megköszönni, hogy a gimnázium diákjai és a gimnázium stúdiója az, akik segítenek abban, hogy ez a műsor lehessen és működhessen, és rettentően sokat dolgoznak, és nagyon hálásak is vagyunk nekik. És akkor arról próbáltunk gondolkodni, hogy merre felé kellene az iskolának változnia, vagy mi lehet a jövőben az iskola, hogyan lehetne más az iskola. Ugye az AKG az most már 30-valahány éve. 34 éve van, és 34 évvel ezelőtt indult el, hogy ez egy másik iskola legyen. Hányszor kellett közben újra gondolnia magát? 34-szer. Tehát mindig újra meg újra kell. Tehát, hogy ez nem... és szerinted ugye ezerszer elhangzik az, hogy a nagy betűkkel ki is van írva, nincs igazából, de lehetne, ez az, a gyerek nem az életre készül, hanem él. Hogy az iskola az egy jelenelvű intézmény. De közben meg valahogy a jövő felé kellene néznie, nem? Hogy a gyerek majd 2050-ben, ahogy az előbb hallottuk, hogyan lesz sikeres 34 éves. Hát az iskola jövőben néz, a gyerek nem kell, hogy jövőben nézzen. Tehát a dolgot éppen meg akarom fordítani. Uh-huh. A mondatnak nem az a funkciója, hogy az iskola ne segítsen a felnövekedésben, hanem arról szól, hogy tudomásul veszi, hogy az embernek van egy élete, és abban nem az a cél, hogy mi lesz, hanem hogy mi van. És ebből még nem következik, hogy az iskola maga nem kell, hogy felkészítsen. Ennél kicsit összetettebb szerintem, de ezt ma olyan sokszor elmondtam, hogy szégyellem, szerintem ugyanis az iskola az egy kényszerhely. Nem nagyon van jelen pillanatban. Nagyjából a polgári társam kezdete óta más megoldás arra, hogy a társadalmi szocializációt megoldja a társadalom, de valójában az életnek ez a szakasza, ez egy kellemetlen dolog, és ennek az intézménynek, úgy szoktam mondani, hogy a kórház, a temető, iskola, ezek ugye ugyanazok, hogy valahogy el kell látni olyan funkciókat, amiket nem szívesen látunk el, de ha már vannak, akkor ezt lehet úgy is csinálni, hogy a benne lévők többé-kevésbé elfogadható életviszonyokat kapnak, de teljesen másokat, mint ami azon kívül van, pont. És ebből a következő iskolán tulajdonképpen három egyszerű célja van. Az első az, hogy teremtsen, vagy biztosítsam, őrizze meg a tanulási motivációt. Kettő, segítsen arra, hogy az embernek a tanulási képességei fejlődjenek. Három, legyen ez egy szociális kompetenciafejlesztő rész, jelentsen ez bármit. A népnemzeti, vagy a kulturális tradíció, vagy a Istenhaza család, vagy a előre az Egyesült Államokért, mit tudom én. De hogy ez egy szociális tér. Az elmúlt két év arra rávilágított, hogy az első kettő az teljesíthető épület nélkül is, a harmadik az nem. Tehát szükség van valamilyen helyre is. Nevezzük ezt iskolának. Jó. Ez hogyan mérhető? Már mi? Hát, hogy ezt jól teljesíti-e az adott intézmény? Hát sehogy, de... Vagy miből látszik, vagy honnan lehet tudni, hát, hogy akkor megfelel jó. Ennek? Hát ugye a benne lévőknek ez jó. Ha nem jó, akkor nem jó. Hát, engem ezért már sokszor megköveztek, hogy azt gondoltam, hogy például a tankötelezettséget talán meg kéne szüntetni, és a benne lévőknek ez jó, akkor jó. Hát most mikor jó? Hát ez egy kérdés. Nyilván hétfő reggel, egy átbulizott éjszaka után egy kamasznak nem jó, de egy tanárnak se. A tanárok sokkal többet panaszkodnak egyébként, mint a gyerekek, de ezt most tegyük félre. Szóval, hogy ennek nem sok mércéje van. Az állam oldaláról, vagy az elvárások oldaláról lehet definíciókat adni, meg kell is, és ezeknek tulajdonképpen időnként érdemes is megfelelni. Mert hogy létezik társadalmi konszenzus arról, hogy
nem tudom én, bizonyos kulturális tradíciókat, bizonyos skilleket egy meghatározott életkorban érdemes elérni. Ha ezt tudjuk, akkor ez lehet eljárásokat kialakítani, módszertant csinálni, követelményeket leírni. De igazándiból ez nem egy ilyen, tehát ez nem a 10 parancsolat, hanem ezek történetileg, társadalmilag, kulturálisan, földrajzilag, sőt tavasznyál, ősztél szempontjából is változnak. Jó. Azt mondjuk, hogy az AKG 34 éve van. Van-e bármi, amivel szerinted az AKG a teljes nagy magyar oktatási rendszeren nyomot hagyott? Hát, ha azt gondolom, hogy mi lett volna jó, ha nyomot hagyott volna, akkor tudok ki ezt mondani. Ez két kérdés. Igen, azt mondom, hogy nyomot hagyott, de szerintem nem hagyott nyomot. Nem hagyott nyomot. Nem. Hogy mi lett volna jó, ha nyomot hagyott volna, arra tudok válaszolni. Az egyik ilyen, az, amivel nagyon-nagyon régóta állandóan küszködik, hogy hogyan tud működni egy olyan szervezet, amiben az informális struktúra erősebb kell, hogy legyen, és nem lehet hierarchizált, mert a benne lévőknek, a felnőtteknek és a gyerekeknek is nem csak lojalitás, hanem a bizalmi elven működő együttműködésekkel szerveződnie. Tehát nem lehet intézményi jogosultsága. Ezt senki sehol nem vette át, de ez egy fontos eleme ennek. A másik pedig ezt az... Ezt fordítsuk le egy pillanatra, mert itt most sokan néznek. Nem, csak hogy egy kicsit a mindennapokra, tehát hogy nincs, ugye itt a klasszikus mondata, nincs vezetőség. Nem csak vezetőség nincsen, hanem ez egy önigazgató intézmény, amelyik, mivel nagy, ezért apró darabokban áll, hálózatként működik, ha egyáltalán működik, mert nagyon sok probléma van ezzel, ez egy állandó küzdelem. De a lényege az, hogy a benne lévő gyerekek, a benne lévő felnőttek tartoznak valahová, van egy olyan közös lét, amit nem kell formalizálni, tehát nem kell benne vezetőt választani, nem kell dokumentálni, és így tovább, hanem a közös élet része. Erre szoktam mondani, ez egy családszerű rendszer. Itt az AKG-ben 25 ilyen kisiskolában, térben elkülönítve, funkciókban elkülönítve. Az egyik így működik, a másik úgy. Éppen ez egyik probléma, hogy mennyire és kik hogyan hangolják ezt össze. A másik talán még ennél is fontosabb, amit jó lenne, ha átkerült volna, de a rendszer maga, annak inkább költségukai voltak, nem integrált, ez a patronusi rendszer. Hogy a magyar, de nem csak a magyar, a világ oktatási rendszeréből tökéletesen hiányzik az a szerep, ami a, főleg ugye ez a high school-ok, tehát a, mondjuk így a kis tínédzserkortól a társadalom integrálódásig, egy olyan direkt személyre szóló támogató professzionális elem, amelyik a szülői funkció pótlására szerveződik, amit elveszítettünk az iskola, tömegiskola létrejöttével. Tehát amíg a család szocializált, ugye nagyjából a 17. századig, addig ez az a család volt. Az elveszett, és helyére nem került semmi. A piciknél a tanító az még ilyen, de az se igazán, mert sokan vannak ott, 20-on, ez az optimista, van ahol 30-on. Tehát a patronusi rendszer, ami azt jelenti, hogy egy gyerekért, egy felnőtt felel az egész pályafutásáért. Ez lehet jó, rossz kapcsolat, és így tovább, de ez egy olyan szerep, egy olyan funkció, ami radikálisan megváltoztatja az intézményben lévő felnőttek és gyerekek attitűdjeit és viszonyát is. A baj az, hogy rohadt drága, hiszen ez a benne szereplőknek, a felnőtteknek a fizetések majd ma fele a mi esetünkben. És hát ezt ugye, hát most éppen amiért csináljuk ezt, hogy most nem akarok ezzel, de itt egy patronusi munkáért többet fizetünk, mint a pályakezdő pedagógusok a teljes állásukért. De ez egy nagyon fontos különbség, és szerintem nagyon-nagyon hiányzik. A mai rendszerben a legjobb tanárok is megtartják az óráikat, ez a rendszer logikája, ebben szocializálódunk, de nincs se rendező hozzá, tehát hogy összehangolódjon a munka, se pedig olyan fajta nexus kapcsolat, ami kívül helyeződik a feladaton. Ezért van az, hogy szerintem nem nagyon van olyan ember, biztos előfordul, de nem nagyon olyan ember, aki könyvbelábat szemben emlékszik kedvenc matematika órájára, vagy angol órájára, biológia órájára, történelmi órájára, hogy most nevesítjük a dolgokat, hanem arra emlékszik, hogy színjátszókör, kirándulás, foci meccs, első nő, ötödik nő,
és így tovább, és ebből kimarad az iskola. Tehát a jó tanár attól lesz jó tanár egy iskolában, hogy megjelenít valamit, és idézőjelben leereszkedik. Iskolán kívüli funkciókat talál. Szakkör, diákkör, mit tudom én mit, robotikát, stb. Ez, vagyis kívül helyezi magát az iskolán. Ezt be kell hozni az iskolába. A patronosi rendszer erre alkalmas, illetve a szervezetben meg ez a kisiskola. Szerintem ezt a két dolgot üzelheti az AKG a világnak, de nem hajlandó meghallgatni. Hát igen, mert a világ azt gondolja, hogy most így véghallgatva és közoktatásban dolgozva, hogy akkor nincs esély. Tehát, hogyha egy ilyen nagyon drága rendszert szeretnénk mondjuk a közoktatás többi elemében helyezni. Miért nincs? Nem? Hát mi nem, ezt nem, pont azért, amit mondtál, hogy... Figyelj, az egészségügy iszonyú drága. És ezt a társadalom elfogadta, sőt, ezen felül hajlandó a magánegészségügyre egy csomó pénzt költeni, miközben az állami egészségügyben is. Tehát egy, nekem sajnos volt betegségem, ahol maga a vizsgálat több millió forintba került. És ezt elfogadja a társadalom, tudomásul veszi, és bár nincs rá pénze, és ezért mindenféle bajok vannak ebből, de tudomásul veszi, hogy nem úgy néz ki, mint 100 évvel ezelőtt. A 60-as évek óta az egészségügyben évről évre egyre többet költenek, és tudomásul vettük, hogy ezért van nőtt meg az átlag életkor, ezért lett egészségesebb a nyugdíjasok életének, vagy legalábbis, hogy nem vidámabb, akkor talán ezt mondom, a nyugdíjasok élete. Lehet és nekik egyáltalán. Hogy van ilyen. Valahogy nyugdíjas élet. De hogy ez az iskola is igaz. Az iskola rohadt drága műfaj. És egy részét elfogadta a társadalom. Most osztogatják a laptopokat a gyerekeknek nem tudom hány milliárdért. Ingyen bérmentve. Valamiért ez bekerült a rendszerbe. Az AKG alakulásakor, ugye boldogult emlék a kollégám mondta mindig, az iskola az mi kell? Tábla, kréta, Gáborka. Ugye itt szólt a mondat. És ezt tényleg így, és ezt elfogadtuk. Akkor miért ne lehetne azt elfogadni, hogy egy gyerekkel való foglalkozás, az ő érte való személyes felelősség egy ilyen intézménynek a feladata? Ebben mi a kunszt? Szerintem semmi. Hát igen, mondjuk egy ilyen iskola nem a pályakezdő pedagógusok gyermekének az iskolája lenne azért. Ezen gondolom. Igen, tehát hogy ez, hogy nem menjek szerintem messze. Szerintem ez rövidlátás. Én szerintem ez a világ legegyszerűbb dolga. Tudomásul kell venni, hogy az oktatás a nagyon rövid belátható időn belül el fogja érni azt az állapotot, a hiányát is persze, mint az egészségügy. Ti még fiatalok voltak, a 60-as éve, amikor én már ugye, diákként egzisztáltam, a 42 fős osztály az egy tök természetes dolog volt. Ma már nincs ilyen. És föl sem merül az állami oktatási rendszerbe. Magyarországon 10 alatt vagy a körül van az egy tanára jutó átlag a gyerekek száma. Tehát ezt képes a társadalom integrálni. El tudja fogadni, hogy kellenek olyan digitális eszközök. Csak az a baj, hogy a digitális eszközök frontális órákra szerveződtek. Az interakció. Tehát, hogy mindent tudunk a helyes oktatásról nagyjából 100 éve. Csak éppen a kérdés az, hogy mikor van a szívátültetés, ami az egészségben 60-as években volt. Azóta ez lassan beépül. Jó. Miért nem lett több AKG ez alatt a 34 év hát alatt? Hát ezért, amit a Tibor mondta. Ez egyszerű. Az egész világon nem lett. Tehát most itt az a helyzet, hogy ugye vannak a szerzetes iskolák, a bellakásos intézmények. Ott nyilván van erre egyfajta attitűd. De hogy ne is legyenek kíváncsiak rá. Tehát például az AKG-ban tartósan érdeklődő, a patronosi rendszer iránt érdeklődő a következő iskolák voltak. Ez a Pannonhalmi Bencés, a Miskolci Jezsuita és a Fővárosi Piarista Gimnázium pedagógusai voltak, ahol természetszerűen működik ez a rendszer, csak hát ott az atyák nem járnak haza gyereket nevelni, tehát ott van egy furcsa aszimetria, és érdekes dolog, hogy lehet ezt így csinálni. Még itt az AKG kapcsán engem az is érdekelne, kicsit azért nehéz ez, hogy ne úgy kérdezzek, hogy tudom, hogy mit szeretném, hogy válaszolj, de hogy az AKG
az ugye hangsúlyozottan elit intézményként működik, versenytársainak a, nem tudom, mert ezeket a nagy rangos gimnáziumokat tartja, miközben nagyon máshogy akar működni. Hogy ez lehet-e csinálni, és hogy ez egy speciális helyzet, hogy ezt itt most éppen lehet csinálni, vagy ez egy tovább vihető modell szerinted? Ez a, én mondom, a keskeny pallóra gondolok. Igen, sejtettem, hogy ezt kíváncsi. De hogy ennél egy kicsit tovább lehetne egy lépéssel menni, hogy annak bizonyítása, hogy másként is el lehet érni ugyanazt is, ez egy nagyon fontos elem. Tehát az első pillanatban, amikor még ugye iskola kísérletként kezdtük, ugye 87 nyarán, hogy ugyanazt a célt, ami ugye akkor még nem váltott meg, ez a kibocsátás pillanatához hozzárendel, akkor központi egyszintű érettségihez, hogy azt lehet-e másként is elérni. Ez megmaradt. Az, hogy erre ilyen rohadt sokan jelentkeznek, úgy, hogy ráadásul nagyon drága. Tehát ugyanazt ne csinálunk titkot ebből, hogy szemben a többi elit gimnáziummal, ez évente 1.320.000 forintba kerül. És mégis ilyen sokan jelentkeznek, ez egy siker, és azt nem lehet tudni, ebből nem derül ki, hogy ez a siker, ez a kimenetnek szól, vagy a benne lévő dolognak. Valószínűleg mind a kettőnek, de ott vannak a Waldorf iskolák például, azért azok is keresett iskolák, pedig ott a kimenethez nincs hozzárendelve ez a típusú siker. Viszont olcsóbbak. Tehát, hogy ezt a kettőséget, én azt gondolom, hogy ezt lehetne, azért ez nagy képviség lenne, azt mondja, hogy ez siker, mert kétségtelen köszönhetjük azt is, hogy a Fidesz központosította a tanterveket. Tehát ettől az nem tudok eltenni, de azért mindig ilyen sokan voltak. Uh-huh. Mentségünkre legyen szólva, de igaz. Tehát a Kádár korszak végén egy 9 oldalas programra 5000 jelentkeztek. 40 év után. 2010-től csak 10-szeres a túljelentkezésünk. Tehát van azért kínálatváltozás. Ha nagy szabadság lenne, és hát volt azért egy időszak, akkor ez lemegy azokra, akik talán a benne lévőre kíváncsiak, és nem a kimenetre. Uh-huh. Az általános iskola viszont azt jelzi, hogy szintén sokan vannak, hogy mégse a kimenet a fő. Mert azért sokan jelentkezni. Jó. Ugye, amikről itt mindig szó van, amikor jövő iskolája, meg jövő bemutató képességek hangzanak el, azokról mit lehet látni, hogy most már itt van egy csomó gyerek, akiket együttműködésre is tanítottunk, meg megpróbáltuk a kreativitásukat is legalább nem elölni, hogy működik az ő életükben? Tehát, hogy ez valóban... Ellenmondásosan. Ugye ne felejtsük el, hogy ez egy ilyen közép-európai kisország, poros kisvárosában, Budapesten zajlik, vagyis világértelemben ez egy periféria. Ennek az összes előnyével és hátrányával. Ehhez képest ez sikeres dolog. A hátránya azért például a versenyhiány miatt, ugye az, hogy a kiszámíthatóság, a következetesség például általában hiányzik a gyerekeinkből. Ez a kreativitás, autonómia, önállóság, együttműködés, ez megvan. Ez a munkatempó, tehát a teljesítmény elv rovására nőttek ezek az elemek. Ehhez az kéne, hogy sok ilyen más legyen az egyéb kihívásokban az életükben. Ez itt nincs. Mert hogy ők itt ugye elkényeztetett úri gyerekek, tehát hogy más vonatkozásban ez nem jelenik meg az életükben, ez egy hátrány. Ugye szoktam mondani barátaim ismerősén keresztül, hogy egy egyetemet végzett volt AKG, és ha pályázik valahova, első között veszik fel, és elsőnek rúgják ki. Mert hogy
egyrészt jól kommunikál, pontosan tudja, meg tud projektben gondolkozni, stb. Elkezd dolgozni, és ott viszont nem tudja magát alávetni a dolgoknak. Nem képes arra, hogy tudomásul vegye, hogy eleinte az ember lemegy a közértbe parizerér, és nem szól bele a nagyobb dolgába, hanem egyből át kívánja alakítani a MOL teljes szervezetét. És ezt nem szeretik. Úgyhogy ez ilyen ellentmondásos, én úgy látom. Egy kicsit ludasak vagyunk benne, abban az értelemben, hogy kiszámíthatóbb lehetne a belső életünk, de az korlátozná az autonómiákat, mert hogy a felnőttek is bajban vannak ezzel itt a házban. Tehát a felnőttek keresik a tanárok, a főnököket. Tehát ez az önigazgatás szörnyű rosszul működik, azért valljuk meg. Egy jó diktatúra. Az kellene. Ha holnap oktatásügyi diktátor lennél, mondjuk egy ilyen kulturális komisszár. Covid komisszár. mit csinál? Végtelen pénzzel. Lemondanék. Hát ez nem egy megoldható feladat, nem tudom, nem. Ez nem véletlenül nem veszek részt ilyen dolgokban. Tehát ez nekem nem... Ha azt kérdezted, hogy mi az ideálm az iskoláról, akkor azt el tudom képzelni, hogy a kis közösségeknek, a közös együttlétének szerves része egy közösségi tér, amit nevezünk valaminek, klubnak, iskolának, hogy, és abban azok a közösségek a nagy hálón keresztül kapcsolódnak csak a világhoz, a zöld erdő közepén, azt szeretném. Uh-huh. Tehát az tetszene. És akkor mindenki békén hagyna mindenki, de ez a közösség meg belepofázna abba, hogy ott mi történik. Jó. Még egy kérdésem van nekem, aztán majd engedem a Tibort is szóhoz jutni akarja. Sokszor került itt elő, újra meg újra a tanárképzésnek a kérdése, mint ami hát kulcsfontosságú lenne ahhoz, hogy bármi tudjon történni. És én azt látom, hogy a tanárképző intézményeken mindenhol nagyon csodálatos és hangzatos és modern pedagógiai elvekről van szó megállás nélkül. Szerinted ezek miért nem futnak át? Meséljek egy rövid történetet hozzá, és utána meg megpróbáltassa fogalmazni. Az ELTE tanárképzésén jó régen már, azóta nem megyek oda, volt egy olyan kurzus, amelyikben a Vekerdi meg én tartottuk a alternatív pedagógok címszó alatt a kurzust, és a végén közölték, hogy de mi nem vizsgáztathatunk, mert nincs doktori diplománk. Ez szerintem jelzi ennek az egésznek a teljesen abszurd mi voltát. Többet nem jártam a közelükbe, de hogy ez egy... Viszont ami a dolognak a lényegi eleme, hogy a pedagógus pálya az egy nagyon, nagyon hasonló pálya, mint a színészeké. Rosszkor mondom ugye az SFE kapcsán, ezért ez egy furcsa dolog, de hogy ennek a szakmája az egy gyakorlati dolog. Egy gyakorlati dolog, amit gyakorlatban kell, gyakorolni is kell. Tehát, hogy ennek, szinte művészet. Hát nem szinte. Ah. És ezzel akkor nincs más választás, mint ezt meg kell csinálni. Igen ám, de van egy probléma, hogy míg a színészecskék azok maguk csak el vannak ott a Vas utcában, vagy most már nem a Vas utcában, ugyan elmentek. De mégsem lehet kisgyerekeket arra kényszeríteni, hogy próbálkozzanak rajta a 19-20 éves jövendő pedagógusok. Tehát ez egy kicsit nehézkes, de ki kell találni. Ennek a sebészeknél ki van találva. Hát a sebészeknél ki van találva, igen, de az meg nagyon kicsibe van. Tehát ugye egy professzor és max. 3 már rezidens állapotban lévő. Igen. 28-32 éves ember. Ezt lehetne. A másik ilyen, ez a pszichológia. Tehát, hogy ami egy abszurditás, hogy te is tudod, itt az iskolában is van ez elég gond, hogy a pszichológiát, mint célt használja a pedagógia, és nem mint eszközt. Én szoktam mondani a gyerekeknek is, hogy a pszichológus az arra van, hogy odaülsz, és addig kérdez, amíg te rájössz arra, hogy mennyire hülye vagy. Ezt a pedagógus elsőre megmondja. Tehát, hogy, mert hogy az a lényege, hogy tudjad a tutit.
és ezt hitelesen kell bevezetni. Hogy hogyan működik ez a dolog, ahhoz viszont nekem kell tudnom, hogy hogy működik a pszichológia. Uh-huh. Most ez hiányzik a tanárképzésből, abszolút. Úgyhogy, de azért sokat fejlődött, tegyük hozzá. Én például még tanárképzésben a 70-es években gyakorlatilag semmilyen tanárképzéssel nem találkoztam, miközben talán diplomám volt. Tehát didaktikát tanultunk. Én abban az érdekes helyzetben voltam, hogy én 2010-es évek közepén vettem részt a tanárképzésben, végre tanárdiplomát is szerezek a bölcsészi diplomám mellé, amikor kötelező volt. És érdekes volt azt látni, hogy egy nagyon erős ellentmondás látszik a viszonylag progresszív gondolkodás, és ami a pedagógia karon mondjuk így jellemző volt az ott tanító tanárok, vagy oktatók, professzorok között, és az iskolában, és erről majd később is beszélünk, de ez nagyon érdekel, hogy te mit gondolsz erről, vagy hogy látod, hogy miért van az, hogy mindaz a sok szép, amit ott megtanulunk, és mindaz a sok szép, amit ott elmondanak, az pillanatok alatt elszáll, és hogy én tanítottam gyakorló iskolában, és azt is látom, hogy így visszadefaultolnak a tanárok egy ilyen frontális pedagógiai módszer. Szívesen elmondom neked, ez úgy kezdtem, iskolaszervezet. Én voltam viszont gyakoriskai igazgatója. Uh-huh. 5 éven át, iszonyú kudarc volt, a közgáz gyakoriskájának vezettem, mert hogy a szerkezet maga nem teszi lehetővé a más típusú működést. Gondolj csak el, egy tanárnak van 24 kötelező órája, heti 3 órás tárgyal. Ez azt jelenti, hogy 8 osztályban tanít, hétfő, szerdán, pénteken. Mi az esélye annak, hogy ő ott nexus teremtsen, megértsen gyerekeket, amikor azon kívül, hogy tantárgyat tanít, 45 percben. Jó, de most nem akarom az egész AKG programot, egy csomó mindenről nem beszéltünk itt, hogy mitől működik az epohában egy tanár, hogy miért 2 epoha az már lekitölti az egész hetét, ugye az 20 óra, ott meg az 8 osztály. Tehát, hogy ezek szignifikáns különbségek, de ezért rendeződik vissza a rendszer. A másik, hát meg azért valljuk meg, hogy azért ez egy eredendően sikerorientált szakma, kudarc kerülő munkavállalókkal egyszerre. Tehát, hogy ez egy, itt nagyon kevés a sztárságra törekvő kollega, ha meg olyan van, az kilöki a közeg. Mert nincs rendező, aki szóljon neki, hogy menjen vissza. Ezek mind szervezeti kérdések. Tehát a leglelkesebb fiatal pedagógus, és nincs is választása, bemegy, kapott órákat, ráadásul ő neki, mivel nincs gyereke, nem, neki van első órája, meg 7., tehát, hogy az egész alárendelődik, és szépen lassan beépülünk ebbe a struktúrába. Amíg az iskola maga nem változik, addig szokták mondani, előbb a tanárképzést. Valójában fordítva van. Igen. Tehát akik kezdő pedagógusként nézik ezt az adást, sajnáljuk. Így jártunk. Igen, ez nem sok jót ígért, igen. És szerinted fog változni? Tehát megteheti, hogy nem? Vagy... A tanár? Megteheti. Nem, az iskola, mint olyan. Tehát, hogy nem lesz választása. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy változik is. Tehát, hogy vannak dolgok, amik azért érdemben változnak. A projekt például eléggé kezd bekerülni az iskolába, az meg szétveri az iskolát. Tehát, ez, ugyan vicces ez az államilag elrendelt témahét. Igen. Ugye 2 adott időben egyszerre az országban. Ez ugyan abszurd, de van. De én nem emlékszem, hogy mit harcoltam azért, hogy elfogadják, hogy témahét beépüljön az iskola programjába. A szó maga, hogy témahét, a 90-es évek elején, mint hogy az, hogy közgazdasági gimnázium. Az is. Tehát, hogy ezek pedagógiai vezető, ezek olyan szavak voltak, amiket alternatív iskola. Az AKG-t úgy alakult, hogy az volt a cím, hogy alternatív közösségi gimnázium, és helyette a következő volt az alapító okiratban, 88. augusztus 27. Budapesti közgazdasági gimnázium, amelyik alternatív képzést folytat. Mert az, hogy alternatív iskola, ezt nem lehetett leírni. Tehát, hogy ezek beépülnek. Szerintem a projekt beépül az iskolába, a szöveges értékelés beépül az iskolába. Az alapstruktúra az sajnos nem változott. És az tényleg nehéz, kínos dolog, ahhoz csődöt kell jelenteni.
alapstruktúra alatt ez a tanár-tanteremben? A tanár-tanteremben 45 perces órán homogén korcsoportban órát tanít, ez tantárgy tanít. Ez ami nagyon nehezen változik. De azért közeledünk a csőd felé, tehát igen, se ez, tanár nincsen, ja, egy baj van se a csőd, megmondom, azért nincs csőd, mert mi vagyunk. Ez egy sajnálatos tény, hogy ez egy olyan hatalmas nagy fa, ami belül teljesen el van korhadva, de kívülről rárakódnak ezek a tanárblokkos vagy a fiúk, meg az AKG, meg a Halácsi, meg mindenki más, és úgy néz ki, mint ez képes lenne megújulni, belül rohad, és nem fog tudni szétesni, mert nem adjátok. Mert új dolgokat találtok, és akkor aztán én a diákvállalkozást például a 80-as években próbáltam meg először bevezetni, és az egyetemen azt mondta az akkor ott lévő 5 közgazdasági szakközépiskolai igazgatója, hogy ez marhaság. Ez minden úgy van jól, ahogy van. És hát, ha úgy van. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük.